napot kívánok! Tessék, érj! Itt van az el régen látott barátom, Tódor! Néni Ózlicsek, hát veled még mi történt? Csak nem valami baleset. Jaj, nem is kérdez. Köszönöm. Borzasztó, rettenetes dolog történt. Na, mesélj! Kérlek szépen, tegnap át akartam szaladni a körúton, és a cipőm sarka beleakadt a villamos sínbe. A sarkad beleakadt a sínbe? Igen, de ez még nem minden. Én ott álltam beakadva, és közben jött a villamos. Jó Isten! És mi történt? Kérlek szépen, hogy jobban lásd a katasztrófát, de ez a sín és még ott állok beakadva. Na és? Erre? Te mit csinálsz? Hát kérlek szépen, mit csináltam volna, miközben jött a villamos, hát kifűztem a cipőmet. Kifűztem a cipődet és aztán elmentél. Nem mentem el, kérlek, mert ott álltam beakadva. Na, hogy lettél volna beakadva? Mikor már levetetted a cipődet? Nem vetettem le, kérlek, mert izgalmamban nem azt a cipőt tűztem ki, amelyik be volt akadva, hanem a másikat. Jézusom, és mi történt? A villamos csak jött, jött és csilingel, és én ott álltam beakadva. És elütött a villamos? Nem, mert egy hajszárnyira előttem megállt. Mire te? Mire én? Kifűztem azt a cipőmet, amelyik be volt akadva, és aztán szépen hazaszaladtam. Jaj. Akkor miért van bekötve a fejed? Ja. Tegnap későn mentem haza, és a feleségem hozzám vágott egy vázát. És? Lehet. Lehet. A villamosra egy kávét, a vázára egy konyak. Rendben, uram. Öregem, te semmit nem változtál. Most is pont olyan hülyén beszélsz össze-vissza, mint annak idején. Ezt a villamos történetet úgy mondtad el, hogy én már azt hittem, hogy tényleg elütött a villamos. Csak azért haragszol rám, mert nem ütött el a villamos. Pedig én tényleg ott álltam beakadva. A villamos megjött, csilingelt. El nem mond még egyszer. Tessék, parancsoljon, uram. Egészségére. Köszönöm. Köszönöm már akkor egészségedre is. Kösz. De mondd, Huzicsek, miből élsz te egyáltalán? Úgy értem, van valami rendes állásod? Szokott lenni, csak mindig pikkelnek rám. Pikke? Mi az, hogy pikkelnek? Most például a konzervgyárból azért rúgtak ki, mert nem tudtam a földrajzot. Na ne szédítsél már, még hogy a földrajz miatt. Igen, mert kérlek szépen rendeltek 1000 doboz kolozsvári töltött káposztát, és én helyette hintem 1000 doboz bácskai rizseshúst. Összecseréltem bácskát, meg kolozsvárt. Szörnyű, hogy te milyen hülyeségeket csinálsz. Csak azért haragszol rám, mert nem ütött el a villamos. Pedig én tényleg ott álltam beakadva. A villamos megjött, csilingelt. Hagyd már azt a bánatos villamos. Inkább azt mondd meg nekem, akarsz egy ezres keresést? Egy ezrest? Hát akkor te tényleg nem haragszol rám. Pedig én tényleg ott álltam beakadva a sínekbe. Na ebből elég. Itt az ezres. És elmondom, mit kell érte csinálni. Csupa fül vagyok. Na szóval, én ide egy hölgyet várok, aki annál az asztalnál szokott ülni fel, tűnően csinos hölgyről van szó. De most nem ül ott? Most nem ül ott. Mikor? Ott szokott ülni. Mikor szokott ott ülni? Amikor ide jön, akkor szokott ott ülni. Amikor nem jön ide, akkor nem ül ott? Hú, ezt egyedül következtetted ki. Amikor nem jön ide, akkor nem ül. Amikor jön, akkor meg ott ül. Hogy te milyen lángel meg van, amikor jön, akkor meg ott ül. Na, szóval, nekem randevú van vele, de sajnos nem tudom megvárni, ezért te fogod átadni neki az én üzenetet. Parancsolj, kérlek, Huzicsek mindent elintéz, tessék. Na szóval, meg fogod neki mondani, hogy Tódor nem tudta őt megvárni, mert el kellett
ugrani az Alatnai jéghoz az esernyő ügyében, amit a Feri ott felejtett a Kundaréknél, mikor a Sanyi születésnapja. Egyébként Karolina néninél se keressen, mert ő meg elutazott Újbervászról Zsarnócára, Jakab bácsiékhoz krumplit venni. Legjobb lesz, ha Mári nénit keresi meg a Klauzártér 8-ban, együtt mennek be Boldizsárral a szervízbe, hogy megvegyék a ökhárítót, ezért menjenek el elő a Pagonyút 16 számra, és ott vegyék meg, hogy a szerelő be tudja szerelni, a karambolos ökhárítót pedig ki tudja cserélni a szervízbe. Érted? Hú, bocsáss meg, hogy mi az üzenet? Nem lehet igaz. Hát most mondtam el. Ezt mind én mondjam el annak a nőnek? Látom, nem értem. Tudod, mit elmondom még egyszer? Jó, csak arra kérlek, hogy lassan, úgy tagoljad, jó? Jó. Tehát elmondom neki, hogy a Tódor én nem tudta őt megvárni, ugyanis el kellett ugrania az esernyő ügyében, amit a Feri ott felejtett a Kundleréknél, mikor a Sanyi születésnapja volt. Hopp, állj! Most jön, hogy egyébként... Most jön. Egyébként Karolina néninél se keressen, mert ő meg elutazott Újbervászról Zsarnószára, Jakab bácsiékhoz krumplit venni. Legjobb, ha Mári nénit keresi meg a Pagonyút 16 szám alatt, és együtt mennek el Boldizsárra a szervízbe, majd előbb vegyék meg a Klauzártér 8-ban a lökhárítót. Hogy a szerelő ki tudja a karambolos lökhárítót a szervízbe cserélni, na világos? Túl világos. Mondjam el még egyszer? Na, Isten mencs. Na jó, akkor de ezt elmondod. Na, bocsáss meg, tudod, nem üzensz még valamit? Mert nekem már mindegy. De jó, hogy szóltál. Még azt is mondd meg neki, hogy a cibulka feltételesen belement a számítógép átvételébe, de se baj. Hát, hogy mi se baj? Hát, hogy a cibulka feltételesen ment bele a számítógép átvételébe, se baj. Se baj, bízd rám, üzítsek elintézni. És azt is mondd még meg neki, hogy puszilom. Ezt megjegyeztem, hogy puszilom. Na szevasz, öregem, nem kell. Na meg azt, hogy se baj. Se baj. Köszönöm szépen! Köszönöm! Itt voltam Mari néni, a Pagony utcából a szerelő. Uram, maga hozzám beszél? No, nem, majd magamba. Azt mondjam, át kell adnom magának egy nagyon fontos üzenetet. Nekem milyen üzenete? Kérem, a lényeg az, hogy a Boldizsár beköltözött az autószerelő műhelybe, mert ott felejtette a Karolina néni klubi zsákját. De se baj. Mi se baj? Ezt kérdeztem én is. Tudja, én nem tudom. A lényeg az, hogy az esernyő születésnapja miatt a Karolina néni nem tudta megvárni. Ki nem tudott engem megvárni? Elugrott Zalatnai jéghoz, mert be kell hegyezteni a lökhárítót. Hát nem tudom, miket beszél maga itt össze-vissza. Mit akar maga tőle? Hát
kell adnom egy nagyon fontos üzenetet szóban. El kell vinni a számítógépet, mert a Mari néni belement feltételesen, hogy elcseréljék cibulkára. Micsoda? Maga megőrült. Maga ne törődjön semmivel, csak Jakab bácsi kívülját vigyék el Zsarnócára, mert ott felejtették új verbácon a terinél. Na nekem ebből elég. Szemtelen! Ilyen olcsó trükkel akar engem maga megvesztegetni? Meg ilyen olcsó trükkel akar maga velem megismerkedni? Ez nem trükk. Itt volt a számítógép és puszi pő. Én csak közvetítek. Ó, valóban! Hát akkor, ha megbocsát, itt a jutalom a közvetítésünk. Hát ezek a férfiak! Ezt jól elintéztem. Istenem, hogy milyen buták a nők! Gondoltam magam. Az ügyemet elintéztem, telefonolj, szint az alapsorban. Belátom, nekem kell beszélnem azzal a hölgyel. Már késő. Itt volt a nő, és én átadtam neki az üzenetet. Átadtad az üzenetet? Na és ő? Ő is átadta. Mit adottál? Ezt.